Üdvözlöm Önöket, szervusztok! Ez itt a Kibeszélő az Index podcast műsora, és köszöntöm Terdik Rolandot, a Kétfarkú Kutyapárt 5. választókerületi jelöltjét, ugye, és másfelől pedig az országos lista 3. helyezettjét. Egyébként a pártban egyfajta kreatív szerepet tölt be, ami nem meglepő, hiszen ebben a pártban vagy kreatívok, vagy passzivisták. Ugye? Így van. Jó napot, és én is üdvözlök mindenkit. Azért fogunk magázódni, mert itt most választás lesz, tehát majdnem egy komoly dolog a párt életében, mert azért nincsenek olyan nagy számban komoly dolgok, hogy vannak? Hát egyre szaporodnak. Ezt kicsit szomorúan veszük tudomásul, de egyre több komoly dologgal kell foglalkozni. Én azt hittem, hogy hogy komoly dolgokkal kell foglalkozni, az azért nem szomorúság, mert hogy csak a komoly dolgokhoz képest értelmezhetők a komolytalanok. Igen, ez látszik is. Ugye, mert például az, hogy ugyanaz a kommunikáció egy békemeneten, mint egy kutyapárti felvonulás, kutyapárti békemeneten, az azt jelenti, hogy komoly dolgok és komolytalan dolgok egyszerre vannak jelen. Hát tulajdonképpen igen, de ez fontos leszögeznem utólag is, hogy az igazi békemenet az a mi békemenetünk. Tehát az teljesen komolyan van gondolva, tehát amit a CÖF nevű szervezet szervez egy ilyen epigon. Civil összefogás fórum, aki most kapcsolódik bele a politikai hát eseményekre. Igen, próbálják lekoppintani a rendezvényünket. Igen, bár azt mondtam valahol egy másik műsorban, amit vezetek, hogy most először volt olyan üzenet a zászlóra írva a békemeneten, ami ténylegesen megfelel a békemenetnek, a No War felirat. Igen, hát ők, hát hogy mondjam, gyengül. Jó, beszéljünk. Gyengül a Fidesz békemenet. Bocsánat, nem a Fidesz, a CÖF. Jaj, most összekeverte a Fideszt a CÖF? Véletlenül igen, nem állt szándékomban. Ezúton elnézést kérek a Ez helyes, mert azért nyilván a kiegyensúlyozottság az nagyon fontos egy ilyen műsorban. Tehát azért ne túlozzunk, jó? Az a kérdés igazából, hogy a kutyapárt, amikor azt határozta el, hogy nem indul az előválasztáson, akkor milyen felmérés alapján döntött úgy, hogy a kutyapárti holdudvar számára az nem fontos, hogy mondjuk kormányváltás esélye legyen, mert az előválasztás, azt mondták a többiek, hogy az azért jó, mert egy fideszes jelölt szemben egy egységes ellenzéki jelölt áll. Hát ott ugye eleve az történt, hogy nem hívtak minket az előválasztásra, tehát ilyen ajánlat... Oda hívni kellett? Nem érkezett. Szereplőket? Hát nem tudom. Mi úgy feltételezzük, hogy talán igen, vagy hát feltetően a pártok egymással ezt megbeszélték, minket nem kerestek ebben az ügyben, és amikor meg kiderültek a feltételek, akkor gyakorlatilag... De én emlékszem erre, hogy azt mondta az egységes ellenzék, hogy a kutyapárt nem akar csatlakozni hozzájuk. Tehát az volt a kommunikációban, hogy... Hát hogy ez valószínűleg ezt később mondhatták. Aha. Nem hiszem, hogy akkor. Tehát azt kell elképzelni, aki nézi ezt a podcastot, hogy a kutyapárt rohamozza az előválasztási tárgyaló delegációt, és egy szilárd falat épített a... Más okokból mi sem kerestük őket, tehát ezt lehetett tudni ezek gyakorlatilag már akkor, hogy nekünk is meg kellett volna mondani, mondjuk, hogy a Jobbik frakciójában ülne be a mi egyéni jelöltünk, vagy nem, tehát illetőleg feltétlenül az történt volna, hogy ha nyer valamelyikünk az előválasztáson, akkor a kutyapártnak a logója nem lett volna ott ennél a hatpárti ellenzéki összefogásnál, és hát ez egy nagy történelmi lehetőség, hogy a Jobbik vagy az MSZP frakciójába beülni, ugye, akár a Demokratikus Koalíció frakciójába egy kutyapártos beül, az egy igazi kuriózum, de úgy gondoltuk, hogy nem biztos, hogy a szimpatizánsaink örülnének ennek a váratlan fordulatnak. Hogyha... Meg természetesen, ugye most már tiszták koalíciójáról beszélünk, mi még most is egy kicsit azért kétségbe vonjuk ezt a kijelentését a miniszterelnök jelölt úrnak, de hát akkor meg aztán még végképp, ugye, hogyha emlékeznek a hallgatók, ez volt az a összefogás, ahol a Momentum és a Márki-Zay Péter mozgalma kivételével mindenki Tóth Csabát támogatta teljes mellszélességgel Zuglóban. Megváltoztatták az álláspontjukat. Ellenében. Hát amikor már lehetett tudni, hogy a Tóth Csaba elég csúnyán elbukja ezt a körzetet, akkor megváltoztatták. Aha.
Tehát ez ezért volt, nem azért, mert egyébként a választók... Nem állítom 100%-os bizonyossággal, de a választók számok motoszkál az agyamban egy ilyen számok gondolat. Érték a pártjaikat, hogyha tiszták koalíciójáról van szó, akkor legalábbis. Értem, azért Magyarországon vagyunk, nyilván azok a jelenségek, amelyek arra indították a választókat, hogy az itt exponált büntető eljárások is vannak, nem tudom, hogy Tóth Csaba esetében milyen van, csak azt mondom, hogy ezek is felmerülnek. Ugye így el lehet lehetetleníteni jelölteket, tehát ez nyilvánvaló, hogy ez a szempont is felmerül, de térjünk inkább rá arra, hogy ha most egy friss ide a kutatás azt méri, hogy az első választók körében a kutyapártot, hát hogy az átlagos preferenciáknál nagyobb számban választják a szavazni vágyók, vagy a szavazók, akik most először járulnak oda az urnákhoz, látták ezt a kutatást, és mi következett ebből a párt számára? Én nem láttam. Igen. Viszont ez azért lehet szerintem, mert hogy ugye első szavazó az 18-19, ez attól függ, hogy mikor múlt el 18, de hát én azt gondolom, hogy a korkülönbség annyira kicsi, mondjuk a pártvezetőség és közöttünk, tehát az én, vagy Kovács Gergő a magunk 23 évével, vagy akár Döme Zsuzsanna, Szuzi társelnök asszony az ő 20 évével. Aki a 8. kerületben indul. 8.-9. kerületben, igen. Tehát olyan közel állunk korban ezekhez az első szavazókhoz, hogy valószínűleg úgy érzik, hogy mi kortársak vagyunk, de egyébként a kutyapártban a legidősebb nyugdíjas szimpatizánsunk sem néz ki többnek 30-nál. Roland egyébként a 6.-7. kerületben indul, tehát az, hogy 5-5 számú választókörzet, az eleket nem kell, hogy befolyásolja, a 6.-7. kerületben. Igen, nyugalom, igen. Nem az 5. kerületben indul, a 6.-7. kerületben. Ettől bárki kétségbe esett volna, vagy hogy? Hát csak megelőzzük. Ja, értem. Nehogy egy indexadástól kerüljenek nehéz helyzetbe egészségileg, ugye? Így van. Jó, persze. Óvjuk a választópolgárok egészségét. Igen. Na most ez a kutatás, amire én hivatkozok, ugye azt mondja, hogy az egyetlen dolgot, amit érdemes felvetni, hogy a Fidesz első szavazói nem olyan elszántak, nem olyan biztos a részvételük, mint az ellenzéké és a Mi Hazánké és a Kutyapárté, ahol a biztos részvételi aktivitás egyébként ugye a támogatottságot nem növeli, hanem csökkenti, már egyébként az összellenzéki, hogy mondjam, esélyek szempontjából. Vannak olyan körzetek viszont ennek az előző állításnak ellentmondva, ahol nyíltan ki is mondják egyébként, mert azért a gondolom a preferenciákat önök is látják, hogy kétharmada a kutyapárti szavazóknak azért váltást szeretne, tehát mondjuk azt, hogy kormányváltást, ahol kimondták, hogy melyik fideszes jelöltet szemben, melyik ellenzékit támogatják, hogyha egyébként arról van szó, hogy az esélyek hogy alakulnak. Ez azt jelenti, hogy a saját jelöltjeikben nem bíznak annyira, hogy kimondják, hogy hát itt ugye az ellenzéket támogassák? Mi ezt úgy látjuk, hogy egyéniben, jelen pillanatban nem olyan sok esélyünk van nyerni egy-egy körzetet. A közvélemény kutatások szerint sem, bár a politikai arsz politikám szerint nem közvélemény kutatást kell nyerni, hanem közbeszerzéseket. És itt ér össze az egyéni elképzelés. Ez fontos, hogy közbeszerzéseket, nem közvélemény kutatást. Ennek ellenére most ez belátjuk, hogy ez így van, majd amikor bejutunk a parlamentbe és az időgépünket tökéletesítjük, akkor visszamegyünk az időben és az egyénieket is utólag megnyerjük, de jelen pillanatban ez nem áll fönn még. Értem. Ez a lehetőség. Azt akartam mondani. Viszont valóban a szavazóink jelentős része az kormányváltást is szeretne, és a kutyapártot is szeretné bent letni a parlamentben, és vannak olyan szimpatizánsaink is, akik ezért aggódnak, hogy a listára adott szavazat ezt is akadályozná. Holott valójában ez megugorható, ez a kérdés, mert hogy a küszöbön szambázunk, úgymond a parlamenti bejutás küszöbén, hogy megosztják a szavazatokat az emberek, tehát listán leszavaznak a kutyapártra, az nekünk fontosabb, tehát azzal tudunk bejutni gyakorlatilag, és egyéniben, ha nem vált ki nagyon heves immunreakciót a kutyapárt szavazókból az adott hatpárti ellenzéki jelölt, akkor leszavazhatnak rá nyugodtan, és ezzel gyakorlatilag, hogy a kutyapárt bejut, az minimum 3 ember, vagy képviselő mandátum, de lehet, hogy több, ami nem a Fidesz. Egyértelműen a kormányváltás segíti, ha mi bekerülünk,
és a egyéni pedig fontosabb a hatpárti ellenzéknek, hogy ott minél többet nyerjenek. És egyébként a billegő körzetben a Kovács Gergő tegnap ezt ki is nyilvánította, hogy habár a Hajnal Miklós 12. kerületi munkájának nyomait ő nem nagyon látja, pusztán azért, mert a Fürjes Balázs Fidesz-szel szavazna, a Hajnal Miklós pedig nem, ezért ő nem erőlteti ott egyáltalán, hogy egyéniben rászavazzanak a Kutyapárt szimpatizánsok, akik így sem hajlandóak Hajnal Miklósra, azokkal nyilván mi nem tudunk mit tenni, tehát visszalépni nem fogunk. Csak azért, hogy a jegyzőkönyv kedvére elhangozzon az a mondat, amit én akartam mondani, hogy, ugye nem közvéleménykutatást kell nyerni, hanem választást, ezt ugye Kovács László mondta, de ez a jegyzőkönyv kedvére, ami fontosabb ennél sokkal. De ugye, tévedett, hogy tehát közbeszerzéseket. Közbeszerzéseket kell nyerni, oké, okay, értettem. És ebből a szempontból érdekes az, amit mond, hogy akkor a parlamenti küszöb megugrására készülnek, tehát az 5%-on felüli eredmény elérésére, vagy az 5%-os eredményre, ami azt jelenti, hogy ez jobb lenne, mint a mostani helyzet, ugye, ahol az 1% feletti eredmény elérése volt a cél, mert az nagyjából egy ilyen 700 milliós állami támogatást eredményez, ugye? Hát 400 fölött egy kicsivel. Akkor én tévedtem. De ennek a nagyobbik részét azt nyílt pályázati úton szétosztjuk, tehát közcélokra bárki pályázhatott hozzánk. Ön is pályázhatott volna egész nyugodtan, hogyha a környezetében kitalál valami olyan projektet, ami jobbá teszi a környezetet, vagy hasznos, vagy embereknek akár szórakozás, tehát hogy valami kulturális programot, akkor arra mi adtunk volna pénzt. Ez érdekes dolog, majd megnézem. Bár akkor nehéz ugye interjút készíteni a Kutyapárt jelöltjével, hogyha én mondjuk elindulok egy olyan helyzetben, ahol a Kutyapárttól kapok támogatást. Bár ez mondjuk már a sajtóban nem érdekes, tudom. Tehát ma már én az újságírók között ennek kivétel vagyok, hogy ezt így nem nagyon lehet, hogy rossz médiumnál dolgozik. Ezen még hajlandó vagyok elgondolkodni. A Pesti TV-ben lehet, hogy ez nem lenne probléma. Azt láttam, hogy most indult egy ilyen, de azt is látom, hogy mintha nem az én stílusom lenne az, de ez most megint nem a podcastnak a témája, ugye? Ez a kutatás azért is érdekes, mert ugye van hátra 9 nap, ugye? És az a kérdés, hogy hol számítanak még jó eredményre, ami országosan az 5%-ot igazából eléri. Mert a korcsoport az, hogy az első választóknál igen, az oké, okay, de még területileg is jellemző, ahol a Kutyapárt igen erős? Hát kevesen tudják, de az Androméda ködben van egy kis bolygó, ahol gáznemű értelmes létformák élnek, ott elsőprő győzelmet fogunk aratni a választáson, ott most épp egy időközi van. De az a kérdés, annyi milyen előnye van, hogy csak mi indulunk. De ott milyen követelések vannak? Egy pártrendszer van, ezért elég egyértelmű a győzelem. De a bolygó közi létben, hát az igények is mások, nem? Tehát hogy mivel lehet nyerni? Hát több gázt követelnek, tekintve, hogy gáznemű létformákról beszélünk. Több gázt. Oké. Na most egyébként ez az a korszak, ahol a több gáznak van jelentősége, vagy a kevesebbnek, ugye? Így van. Ebben a kérdésben van a Kutyapártnak álláspontja? Tehát, hogy ugye, hogy tehát alakuljanak az ukrán, a szankciók? Orosz, ugye a szankciókban és a magyar fél álláspontjában mi az a pozíció, amit el lehet foglalni? Hát, hogyha mondhatom hosszabban, ennél? Ezt a dolgot, akkor ugye mi alapvetően, hogy mondjam, tehát ebben az esetben azért az agresszor jól megállapítható, hogy kicsoda, mert hogy szoktak lenni ezek a ellenvetések, a szankciók nézem, ellen. A Pesti TV-t nézem, ott nem állapítható meg jól. Nem, de a Kutyapárt szemszögéből, akkor igen, így mondom, viszont igen, elég jól megállapítható, hogy szoktak lenni ilyen ellenvetések, hogy az Egyesült Államok mit csinált Irakban, amikor nem létező tömegpusztító fegyverekre hivatkozva lerohanta, de az az igazság, hogy ez teljesen független attól, tehát ha önmagában nézzük ezt az esetet, akkor egyértelműen Vlagyimir Putyin és a orosz hadsereg volt itt az agresszor, ők lövik a lakosságot, a civil célpontokat, tehát hogy itt nincs ilyen mérlegelés, hogy most ki jobb, ki nem, ez egy elég egyértelmű. Tehát, és a szankcióknak pedig van helye, mert hogy a más eszköze nem nagyon van, ha mondhatok ilyen komoly dolgokat, a Nyugat-Európának vagy az Euróatlanti tömbnek, mint ez, ha nem akar atomháborút, akkor ez egy nagyon kényes dolog, tehát nyilván azért nem fog a NATO
Amúgy sem küldene, de hogy... Hadd legyek Pesti TV-s riporter most hírte. Nagyon nehéz, de megpróbálom. Ez egy történelmi pillanat. Ez azt... Lát, és egy próba. Ez azt jelenti? Ez azt jelenti, hogy a magyar érdeket semmibe veszi a kutyapárt, és azt akarja, hogy a mi fizessük meg a háború árát? Nem, hát a kutyapárt természetesen, mint mindenki, a Fidesz-KDNP és a Egységben Magyarországért, lassan megjegyzem, a hatpárti ellenzék, a béke és a biztonság pártján áll, tehát ez mind a két tömbre elmondható, és a kutyapártra is. Az a különbség, hogy ők ugye azt mondják egymásról, hogy ők, a másik az nem áll a béke és biztonság pártján, mi ilyet nem állítunk, szerintünk mindenki a béke és a biztonság pártján áll, szavakban legalábbis. A kérdésemet nem értette, vagy nem válaszol rá? Ugye az volt a kérdés, figyelembe vesszük a magyar emberek érdekeit, igen, de hát a rezsicsökkentésre mi lenne akkor, hogyha szankciós sújtaná Oroszországot, és nem fogadnánk az orosz gázt, szént és kőolajat? Szenet. Szént vagy szenet. Szenet. Hát fogadhatjuk. Na jó, de jól tudom, akkor ennek a kivezetése, hogy a más energiaforrásokra álljunk át. De gyorsan? Hát az gyorsan nem lehet. Tehát azt én nem hiszem, hogy bárki megcsinálna, aki annyira függ az orosz gáztól, mint mi például. Akkor másképp kérdezem. Ugye igaza van Orbán Viktornak, amikor azt mondja, hogy amennyiben szankciókkal sújtanánk Oroszországot. Ha most a Pesti TV-ben vagyunk, akkor Orbán Viktornak mindig igaza van, tehát felesleges a kérdés, de végighallgatom. Mondjuk az egy nagyon jó, már a nézők szempontjából, hogy el is hangozhat a kérdés, bár ezek szerint nem kell rá válaszolni, mert tulajdonképpen bármi a programja a kutyapártnak, lehet másról beszélni. De ugye akkor igaza van Orbán Viktornak, aki azt mondja, hogy ha Oroszországot szankciókkal sújtaná az Európai Unió, akkor a magyar rezsicsökkentésnek az odaléte miatt, hogy azt fel kéne hagynunk azzal, mi fizetnénk a háború árát. Tehát ebben nincs köztes álláspont. Béke és biztonság oldalán van a kutyapárt, de ez lenne az eredménye. Ezt nem akarhatják. Már a rezsicsökkentést nem hát akarhatjuk. Hogy a sútba vágja a magyar kormány a rezsicsökkentést. Természetesen nem. Tehát én havi 2 milliót kasszálok a rezsicsökkentésen. Csak azon, hogy kisebb a villanyszáma. Úgyhogy persze. Mármint, hogy... Én a magánvéleményem, én maximálisan kiállok a rezsicsökkentésen. Ez azt jelenti, hogy ilyen-nappal megy a forgató a kertben? Persze. Tehát minél nagyobb a számla, annál ki nagyobbat nyerek rajta. Tehát ezen tud spórolni. Így van. Meg mondjuk de azt... egyébként, igen. Ha már itt tartunk, akkor a, nem tudom, ismerős a negatív rezsicsökkentés, bocsánat, ne félre ne értsék. Az hallgatók. Az emelés, az a számla emelés. Nem, ez a negatív rezsi program, igen. Tehát ez arról szól, hogy a szolgáltatók fizetnek a fogyasztóknak. És most már fejlesztettünk is ezen a programon, tehát visszamenőlegesen is ki kell fizetni a szolgáltatóknak, a fogyasztók felé azt az összeget, amit eddig elfogyasztottak, és hát biztosra akarunk menni, tehát minimum az ősrobbanásig. De azt tudja egyébként, hogy az önök ehhez hasonló programpontjai kísértetésen hasonlítanak azokhoz a jogalkotási kísérletekhez, amelyek visszamenőleg próbálják rendezni az életviszonyokat. Tehát ilyen szempontból a kutyapárt és hát a kormánypárt... Próbálunk tanulni. Ez innen jön egyébként, hogy... Ez onnan jön, hogy jót akarunk a magyar embereknek. Értem. Beszéljünk arról, hogy önnek személy szerint mik a tapasztalatai a 6.-7. kerületben, ugye? Ott volt egy vizsgálat, hogy az ajánlások azok gyakorlatilag hogy érkeznek. A kutyapárt tiltakozott az ellen, hogy a Fidesz besegítse, mert voltak olyan hangok, központilag miniszterek mondták, hogy vagy közírók, akik mondjuk 5-ös számú pártakönyvet viselnek a Fideszben, hogy kéne, az igazán konzervatív keresztény magatartásban Magyarországon az az, hogy a kispártokat is, így a kutyapártot, a megoldás mozgalmat és a mi hazánkat, a fideszes szavazó segíti az ajánlásaival. Így van, ezt de hogy, hát ezt hogy lehet feldolgozni? Ez a 6.-7. kerületben ez nem nagyon volt jellemző. Tehát én ott gyorsan gyűjtöttem aláírást. Hát viszonylag gyorsan, igen. Uh-huh. Máshol volt, tehát hogy országosan és főleg vidéken, néhány pesti választókerületben is próbálkoztak, és hát ugye a mi jelöltjeink azok nem profi politikusok, vagy nem most voltak először ilyen szituációban, de még 18-ban sem volt ilyesmire példa, hogy hát gyakorlatilag akart hekkelni minket ilyen formán a Fidesz.
de amiről tudtuk, hogy gyanús aláírás, vagy, bocsát, a kormányzati vagy reklámok... sejtettük, hogy halottak vannak rajta, azok konkrétan nem adtuk le, tehát, hogy mi 5000 aláírást áthúztunk, volt megsemmisítettünk. Volt ilyen, hogy halottak ajánlottak? Volt, igen, igen. Volt nálunk. Hát ez hogy derül ki? De ez, tehát, hogy ez nem számít bele, tehát úgy van meg az aláírásunk, hogy ezeket mind visszadobtuk. Értem. De ez hogy nem derül kértük... ki, hogy nem élnek azok, akik ott aláírtak? Nem is lehet tudom, melyik, ezt így kérdezni? Nem tudom, melyik városban ezt így konkrétan lehetett tudni, hogy az egyiken egy elhunyt személy aláírása szerepel. Ott azt hiszem, hogy ott tettünk feljelentést is. Aha. Ugye az a kérdés... Míg például a 6-7. Kerületben itt ugye a Gődény György pártja és a Gattyánféle párt, valamint az ISZOM, ami végülis nem adott le megfelelő számú aláírás még így sem, de hát ők elég gyanúsan a vizsgálatok alapján éltek ezzel a lehetőséggel. Na most ellentétben. Az, hogy a kutyapárt visszautasítja az ilyenfajta támogatást a Fidesztől, arról az a kormányzati reklám jutott eszem, hogy ez felháborító. Tehát az volt az általános vélemény a kutyapártban, hát, hogy felháborító? Hát maximálisan hogy fel volt mindenki háborodva. De az nem jó a kutyapártnak, hogy az 1% megugrásához kap segítséget? Nem jó, mert mi akkor ezt nem kértük volna. Tehát akkor nem indulunk el, ha nincs meg a Fidesz ajánlásai nélkül. Nem akarom traktálni ám a kérdezőnek a pozíciónak a nehézségeivel, de azért elég nehéz úgy kérdezni, hogy néha váltogatom az erkölcsi hozzáállásomat. Hát akkor nyugodtan vissza lehet váltani az eredetire. Tehát... Jó. Kérjük vissza az igazi somosságot. Bocsánatot kérek, igen. Jó. Ugye tiltakoznak amiatt, hogy Szerbiában a Vajdasági Magyarok Szövetsége gyűjti ugye, azokat a levélszavazati válaszokat, amelyek támogatják ugye, egyik vagy másik pártot, vagy a népszavazást. Ugye? Az a kérdés, hogy önök személyes tapasztalatokat szereztek arról, hogy a Vajdasági Magyarok Szövetsége gyűjt, és nem hát a szerb posta. Kaptunk ilyen jelzést, igen. Ez én személyesen jelent, nem voltam ott. Ez azt jelenti, hogy a kétfarkú kutyapártnak, a magyar kétfarkú kutyapártnak a csápjai, ez kinyúlnak az ország határon kívülre is? Hát természetesen. Aha. Intergalaktikus szinten is, de szomszédos országban, gókban is. De elég komolyan beleálltak ebbe a témába. Miért? Hát ez a választási csalásos dolog, ez minket nagyon zavart, mert hogy... azt a 71 körzetben összegyűjteni ennyi ajánlást, ez egy választópolgárnak úgy tűnhet, hogy körzetenként 500 az nem sok, de ez egy nagyon-nagyon nagy munka. És az igazságérzetünket erősen zavarja az összes ilyen kísérlet, ami választási csalás szagú, hogy finoman fogalmazzak, vagy hát, hogy ne tudjon senki beperelni. Úgy egyébként nehéz lett politizálni, hogy ugye azt sugalom magamról, hogy bármikor megvesztegethetnek, és azt én szeretném, de ugyanakkor zavar, ha megvesztegetnek, és azt nem szeretném. Hát igen, nem van ez a hasonlat, hogy két fenékkel egy lovat nehéz megülni. Gondolom, erre gondolom. Hát vagy egy fenékkel kettőt, nem? Hát arra, pont ezt akartam mondani, hogy mi próbáljuk inkább úgy. Aha. Megoldani ezt a hogy két fenékkel egy lovat. Az tök könnyű, nem? Amúgy. Hát attól függ, milyen lovakról beszélünk. Értem. Hát nézzék, azért amikor elkezdődött a beszélgetés, akkor nem gondoltam volna, hogy a fenekeknél és a lovaknál fogunk kikötni, bár a kutyáktól a fenekekig és a lovakig eljutni annyira nem nagy ív, de ez a beszélgetés remélem, hogy szórakoztatta önöket. Ha nem, akkor ez miattam van. Egy pillanat figyelmet kérnék még. Na. Szeretnénk mi is támogatni a Indexet. Igen. Konkrétan soros pénzzel. Aha. Szeretném átadni. Nekem? Igen. Én továbbítsam a vezetőségnek? Ezt innentől kezdve úgy oldódik meg, ahogy kell, ahogy megbeszéltük. Tehát... Egyébként, Roland, jogász vagyok, és a szerződésemben ilyen pont nincsen, hogy mi van ilyenkor. De komolyan mondom. Hát minden esetre, ez biztos, hogy ön már egy olyan ember, aki valóban kapott soros pénzt. Tehát ott van a kezében, innentől ön soros bérenc, tehát ezt már senki nem veti el. Öntől. Bevallom. Én kértem. Szeretnék gratulálni is. Én kértem azt a figyelőt, hogy vegyenek fel a soros listára, mert civil szervezetnek dolgoztam 2010 után. Tehát nem ezzel kerültem fel. Tehát alkalmatlan tárgyon elkövetett kísérlet. Akkor ez egy megerősítő. Alkalmatlan tárgyon elkövetett kísérlet. Köszönöm, hogy velünk voltak, és megnézték ezt a műsort. Jövő héten találkozunk egy újabb kis párttal.
És köszönöm a lehetőséget.